Tisztelettel, sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Igen, jól látják, ha itt vagyok, az azt jelenti, hogy ismét a Szerelmem Európa sorozat adása következik. Ezúttal Ausztriáról lesz szó, és hát ha Ausztriáról esik szó, akkor ki mást kellett elsősorban meghívnunk, mint Ausztriában Paul Lendvait, de itt Magyarországon Lendvai Pált. Jó napot kívánok! Ő azt hiszem mindenkik számára ismert, nem úgy Márton Ágnes, aki Ausztriában dolgozott, és közelről, mondhatnám alulnézetből, sok mindent látott ott. Ha Ausztriáról beszélünk, akkor egy dolgot hadd mondjak előre, hogy az osztrákok nagyon ügyes emberek. Elhitették a világgal, hogy Beethoven osztrák volt, Hitler pedig német. Mit szólt ehhez? Hát ez egy nagyon gyakori mondás, és ezt én nem hiszem, hogy elhitették, ez valahogy így született meg. Hát az osztrák történelemnek annyi bukfencje volt, és annyi minden történt, hogy én írtam egy könyvet, ami megjelent Magyarországon is, Osztrák titok címmel, úgyhogy én azt hiszem több is van, mint az, hogy ezt terjedt el, vagy ezt mondják. Én egyébként se hiszek az ilyen nemzeti kollektív tulajdonságokban, mert azt mondjuk, hogy az angolok milyen zseniálisak, és megnézed a Brexit színjátékot, akkor ezt nem lehet mondani. Ha megnézed, hogy Németországnak milyen a történelme, vagy Franciaországnak. Szóval sok osztrák ügyes, sok magyar ügyes, sok osztrák ügyes Magyarországon, sok magyar ügyes Ausztriában. Én az általánosságokat mindig általában megpróbálom személyekre, csoportokra és korokra levezetni. És milyenek az osztrákok munkában? Munkában. Szorgalmasak, nagyon sokat dolgoznak, sokkal többet, mint a németek, és ez találékonyak is, nem olyan gépiesen csinálják a dolgukat, szóval nagyon jó velük együtt dolgozni. Akkor szívesen vállalhatók a sógorságok? Na, ők vállalják, a magyarokat teljesen testvérnek tekintik. Egész másképp bánnak a magyarokkal, mint például szegény szlovákokkal, mert volt szlovák, meg szlovén kollégám is, és bizony sokkal jobb dolguk volt a magyaroknak ott, mint magyarok nekik. A legnépszerűbbek, összes közvéleménykutatás szerint a legnépszerűbbek, ami nekem is nagyon sokat segített, mert nekem magyar akcentusom van, amit nem lehet kitörölni, és azt szeretik, ugye? Szóval mindig azt mondják, hogy megismertem a hangját, hát ez tulajdonképpen a hang az akcentus, de ez mindig így volt, és szóval ebből a szempontból a magyaroknak nagy helyzeti előnyük volt. Amit ön mondott a németekkel kapcsolatban, abban van egy híres vicc, vagy anekdóta, amit én a könyvemben idéztem is, hogy mi a különbség a német gazdasági csoda, a Wirtschaftswunder, és az osztrák gazdasági csoda. A különbség az, hogy a németek dolgoztak. Ausztriában pedig tényleg csoda volt, hogy ilyen gazdasági eredményeket értek el. De amit ön mond, annak van egy nagyon érdekes és fontos háttere, amit én is meg tudok talán említeni, hogy Ausztria történelme összefonódása a különböző nemzeteknek révén egy lágyabb ország. Eltekintve attól, hogy feleségem, aki megtanult németül tanul, mindig panaszkodik, hogy olyan jól érti a német televíziót vagy a darabokat, de Ausztriában mondjuk Wiener dialekt, azt nagyon-nagyon nehéz megérteni. Ugye én ugyan már nagyon régen Ausztriában élek, 957. február 4-e óta,
De első feleségem magyar volt, aki itt maradt, de első feleségem nagyon hosszú évtizedig angol volt, most pedig egy magyar feleségem van. És barátnőim voltak, de hát az nem elég, ugye, mint hogyha ott élsz. Szóval ebből a szempontból nehezebb beleszokni a német akcentusba, Ausztriába vagy Ausztrián kívül. És a magyarok az egy különleges dolog, amiben 956 egy nagy szerepet játszott, szóval sok minden van benne, és magával viszi az ember, amikor ott él, a történelmet. Amikor valaki egy olyan könyvet ír, mint amilyet itt tartok a kezemben, és mutatok a kamerának is, akkor az természetes, hogy ez német nyelven is megjelenik. De német vajon... jelenik meg először. Német nyelven. Németül írta. De vajon ezt az osztrákok egyértelműen minden esetben pontosan értik? Nem kell osztrákul is megírni? Hát én németül írtam, én az első 4 könyvemet angolul írtam, a többi 13-at németül. Egyetlen egy könyvem volt, amiben magyarul volt az első kiadás, amikor ez a kiváló újságíró nő, Miáncsik Zsófi velem egy nagy életinterjút csinált, ami megjelent 3 élet címmel, szintén a Norán Librónál. Na most az én osztrák könyvem például, Ausztriáról, amit írtam, az Osztrák titok, annak az német címe az volt az én Ausztriám, 50 év a politikai függönyök mögött, az egy óriási siker volt, szóval eladtak belőle 30 ezer példányt, ami azt jelenti, hogy egy 7-8 milliós országban az egy óriási dolog, és azért az könyvek mennek Magyarországról is, miért? Mert engemet ismernek, amikor külföldi tudósító voltam, a Financial Times-nak írtam az osztrák gazdaság életről, akkor ismert az elitnek egy része. A televízióval vagy, ez mindenütt így van, akkor a házmesterek is megismernek, köszönnek, és azért nagyon sokan látnak. Szóval ebből a szempontból a televízióban, még ma is van egy adásom, roppant nagy segítséges, nem feltétlenül a könyv kvalitása számít, hanem a szerző ismerettsége. És ez volt mondjuk az én könyveimnél Magyarországról, és a legnagyobb könyvem az volt a magyarok, ami meg én magyarul megjelent, amit németül írtam, Die Ungarn, azt lefordították Japánra, most jelenik meg kínaiul, itt megjelent 5 kiadás, 5. most, és azért ez érdekelte az osztrákokat, nem annyira, mint az osztrák történelem. De hát én írtam Kelet-Európáról is, és azért van egy réteg, amelyik ugyanúgy, mint Magyarországon, érdeklődik a világ iránt. És Magyarország iránt mindig nagy volt az érdeklődés, hiszen együtt éltünk, együtt éltek, és tulajdonképpen 1867 után Magyarország egy óriási fejlődést ért el, és rengeteget köszönhetett ennek a kiegyezésnek. Úgyhogy itt ez az osztrák-magyar történelem, ez össze van fonódva, és a feleségem mindig nézi, mikor magyar név van, és én megnyugtatom, hogy már a nagyapa is, vagy a dédnagyapa is Ausztriában élt, de megmaradt a név, hogy kis, vagy nagy, ahogy mondják, nagy. Szóval egy ilyen szoros kapcsolat nincs egy más külföldi, úgy gondolom én, nemzettel, mint a magyarokkal. Milyen volt az osztrák munkavállalók körében mondjuk a magyarok, a korábban szintén Ausztriával közös fedél alatt élő, teszem azt, csehek, szlovákok, szlovének?
Hát munkája. Érezni lehetett, hogy ők hozzá vannak szokva, hogy Bécs az egy olyan város, ahol a birodalomnak nagyon sok alattvalója megfordul, él, hozzá vannak szokva a multinacionalizmushoz. Tehát azokat is nagyon megbecsülték, meg egyenrangúként kezelték, szóval semmi gond nem volt, de a legközelebbinek meg a magyarokat érezték, az a sógor vagy testvér, a többi is. A mi kutyánk kölyke, de azért mégse áll hozzánk annyira közel, mint a magyar. Na most a mi kutyánk kölykei egymáshoz hogyan viszonyultak Ausztriában? Tehát teszem azt, a Magyarországról jött munkavállaló, meg a Szlovákiából jött munkavállaló, meg a Csehországból jött. Hát azt nem tudom máshol, hogy volt, mert mondjuk én mégiscsak értelmiségi munkahelyen dolgoztam, és szerintem van különbség a kétkezi munkások, meg az értelmiségiek között, és ott semmi gond nem volt. Tök mindegy volt, hogy ki milyen nemzetiségű. Mondjuk, hogy mennyire tanult meg németül, mennyire tudott írni, mert például nekünk kellett írni végrehajtási utasítást osztrákoknak, hogy hogy csináljanak meg dolgokat. És volt olyan szlovén kolléganőm, aki egyszerűen képtelen volt németül írni, rettenetes, hogy írt. Pedig okos volt, de nem tudta megtanulni, akkor a munkáját nem tudta olyan jól végezni, de nem a nemzetisége miatt volt ez, hanem azért. Tehát akkor ott gyakorlatilag a volt osztrák birodalom különböző népeinek a jelenlévő képviselők egyáltalán nem álltak szembe egymással, mint ahogy egyébként a politikában még azért ma hát is azért megvannak. Ilyen ezen. Idillikus nem a helyzet. Más, lehet máshol. Más valahol igen. Dolgozni, és egy mondjuk intellektuál vagy irodában, de hát vannak például, ugye én foglalkoztam mindig Kelet-Európával, írásban is szóban, és vannak, hát hogy ne lennének, mert például a jugoszláv, borzalmas jugoszláv háború, Jugoszlávia szétesése 1991 után, hát az visszatükröződött, természetesen Ausztriában is, ahol ugye százezrével élnek szerbek, kevesebb horvát, és Ausztria mindig fölvette régebben a menekülteket, boszniai, horvátok, boszniai muzulmánok, albánok, Koszovóból, csecsenek, és azért a különbség, hogy engem például, amikor a jugoszláv drámáról kommentáltam a televízió, hát akkor még az ORF, az osztrák rádió és televízió, ahol én főszerkesztőm, meg később intendáns voltam, ott is jött hozzám az egyik takarító, nem mondta, hogy hát miért mondok ilyet az albánokról, hát ezek borzasztó, hát itt úgy tenyésztik, annyi gyerek születik, hát mondom, most öljék meg a gyerekeket, mert ő egy szerb volt, ugye, és gyűlölte az albánokat, szóval, vagy a horvátok és a szerbek. És a háború után megalakultak a különböző köztársaságok, és ott van Bosznia, ahol van egy szerb, van egy horvát kisebbség, és egy muzulmán relatív többség, ahol már kétszer is egy osztrák volt a kormányzó, most is az nagyon jó barátom, mind a kettő osztrák-szlovén volt, mert Ausztriában van egy kis szlovén kisebbség Karintiában, ami körül óriási viták voltak, mert van egy osztrák nacionalizmus is, német, deutsch nacionalizmus is, és véletlen, és ez mutatja, hogy mennyire sikeresek voltak, mikor elvégezték az egyetemet is, mindent, hogy két osztrák-szlovén Boszniában kulcs szerepet játszott. De magyarok is voltak, és mások. És sajnos ez a politikától is függ, mikor vannak politikai pártok, mint például ma a jobboldali Szabadságpárt, FPÖ, az
fűti ezeket. Például ők támogatják Boszniában a szerb nacionalistákat, akiket az orosz vezetés is támogat. És ez borzasztó veszélyeket rejt magában, mert nem ideális a boszniai helyzet, de még mindig jobb, mint egy háború. 100 000 ember pusztult el, és majdnem 2 millió embernek kellett menekülnie és elmennie. Úgyhogy, és itt persze a történelem is nagy szerepet játszik. 956-ban Ausztria egy évvel azelőtt kapta vissza a függetlenségét megszállás után, és hirtelen 180 000 vagy még több magyar jött a forradalom leverése után Ausztriába, és mindenkit fölvettek, azokat is, akik Jugoszláviában, nem kérdeztek. Mindenki továbbment, ugye? És a legtöbben tovább mentek, körülbelül 12 000-en, 15 000 maradt. De ennek az eseménynek az osztrák nemzeti tudat kialakulásában óriási szerepe volt, mert az osztrák történelemnek a rákfenéje volt, ugye a nagy német orientáció és Ausztria Anschluss, ugye átvették, Hitler jött, ahogy mondta, és itt az egy óriási szerepet játszott, hogy Magyarországnak kinyitották a határokat, nem is volt hadsereg még, ugye? Szóval ez egy hallatlanul bátor tett volt, és én személyesen, és azok, akik ezt átélték, vagy gyerekeik, sose fogom elfelejteni, ahogy az embert felvették. Én akkor már nem voltam olyan fiatal. És ennek, és ez történt egyébként 968-ban a cseh szlovák invázió után, csehek és szlovákok. Ez történt a boszniai, ez történt Lengyelországban, amikor szükségállapotot vezettek be 1980-ban. És ez mind ott van, és ezért ma Bécsben például, ugye minden 5. embert mondják migrációs háttér, hogy vagy az apja, vagy az anyja nem ott született. És ez egy óriási különbség mondjuk Bécs és Tirol ország, vagy pedig még Karintia között is. Bécs egy nagyon multinacionális és nyitott és kozmopolita város. De mindig voltak, és ma is vannak sajnos ellenfelei ennek a politikának. Vannak, akik zárni akarnak, és nagyon sok osztrák viszonylag sajnos az utóbbi években rájuk is szavaz. Szóval nem egy idill, itt is vannak nagy bajok, feszültségek, és egy kis gyűlölet is. A gyűlöletről itt eszembe, hogy végül is, ha egy picit visszamegyünk a történelemben, az első világháborúnak Ausztria nagy vesztese volt, hiszen az osztrák birodalom gyakorlatilag szétesett. Nem csak Magyarországot vesztették el, ugye, mint legnagyobb tartományt, közösen kormányzott tartomány, de elvesztették ennek részeit, elvesztették Krajnát, elvesztették Dél-Tirolt, elvesztették talán még ott a lengyel országhoz csatolt részek közül is valamennyit. Csehországot elvesztették, és így tovább. Van-e náluk valami fajta irredentizmus? Valami hát vágy az iránt, hogy ilyeneket visszaállítsanak. Hát egy óriási különbség van Ausztria és Magyarország között. Az osztrák intellektuál vagy képzett mind tulajdonképpen csodálkozik azon, hogy Magyarországon, Trianonnak még mindig milyen nagy jelentősége van, hogy autókon a nagy Magyarország térképe van. Én soha osztrák kocsi, nem tudom, nem láttam ilyen óriási térképet, és tulajdonképpen, ahogy mondta, Ausztria többet vesztett. Az egész Magyarország megmarad, de Ausztria nem csak azt vesztette el, hanem azt is, hogy a német kisebbség Dél-Tirolban, német kisebbség a Szudétenlandban, Csehországban, stb. Szóval óriási veszteségek voltak, és
ugyanúgy, mint Erdély és városok, amiket osztrák kultúra, építészek, mindenütt ugyanaz az, az a operaház van, ugye, amit a Fellnerék építették annak idején, Elmer és Fellner. Szóval annyi hasonlóság van, és jött ez a határ, ugye, és azok, akik azt nézték, hogy osztrákok és Ausztria a magyarokkal lepaktálva, és a magyarok is kettőjük között felosztották ezt, és ezért volt az, hogy a csehek annyira gyűlölték jobban Ausztriát, és az osztrákok is nem volt ez a nyitottság, mint magyarokkal, mert Magyarország 48-ban, 1848-49-ben harcoltak, de 67-ben volt egy kiegyezés. Szóval ez egy nagyon nagy szerepet játszott a magyarok különleges helyzete, az irítsége a többieknek, ez nem vitás, hogy így volt, ezt 956 megerősítette. De ami olyan nagyon nagy dolog volt, hogy ennek ellenére 68-ban felvették a cseheket, szlovákokat, lengyeleket, és nagyon gyakran borzasztó dolog csecsenek, hogy akkor kiderül, hogy csecsenek között nagyon magas a százaléka, akik büntetteket vagy gyilkosságot követnek el, más történelmi, társadalmi tradíciók vannak természetesen, mint Ausztriában. És ez van. De azért van az, hogy Ausztriában ez a párt elég erős lett, 980-ban is, és most tulajdonképpen a kormányon van, és itt vannak nagyon nagy problémák ezzel kapcsolatban, és vannak, akik elfelejtik 956-68, vagy elfelejtik, hogy az Európai Unió mit jelent. Kétharmad Ausztriában szavazott 95-ben az Európai Unióra való belépésre. Kétharmad. És ma is azért a többség az Európai Unió mellett van, ugye? De vannak Ausztriában és másutt is, akik a nacionalizmus, a borzalmas történelmi következményekkel járó nacionalizmust vállalják. De ennek ellenére még mindig nincs az, mondjuk, ami Magyarországon még van, a kormányzó pártok, mostani kormányzó pártok részéről, vagy kormányzó párt részéről, hogy sebeket a nagy prágai német költő Rilke mondta egyszer, hogy sebek nem gyógyulnak azzal, hogy zászlókat tesznek bele. És ez egy nagyon-nagyon nagy veszély. Tesznek-e zászlókat? Nem, én hát mondom, én nem, mondjuk nem a tipikus körülmények között voltam, de akikkel én érintkeztem, soha Dél-Tirolról is például volt, hogy szó esett, eszükbe nem jutott, hogy az vissza kéne csatolni, vagy elmegyek megnézni. Kész. Ez egyik legnagyobb dolog, a dél-tiroli nyitás Ausztria és Olaszország igen, között. Én átéltem ennek a zenetét. Hogyan néz ki az osztrák állam felépítése? Nem feltétlenül Ágnes tudja ezt, igen. Azt hiszem, hogy inkább felépítése. Ausztria egy föderális állam. Tehát külön kormányzóság van? Külön, minden? 9 tartományból áll, és ez az alap problémája Ausztriának. Ez olyan, mint egy házasság, ahol sem együtt nem tudnak igazán élni, sem elválni nem tudnak. Mert bizonyos dolgokat nem lehet csinálni, a tartományi Bundesländer, szövetségi országok jóváhagyása miatt. Tulajdonképpen a legfantasztikusabb és a legkényelmesebb állás egy megválasztott miniszterelnök kormányzó egy ilyen tartományban. Bécs különleges, Bécs tartomány is, és város is. Szóval a bécsi főpolgármester, az ugyanakkor Landeshauptmann is tartományi elnök. De mind a 9 országban van, és ennek vannak, persze ezért kell egy árat fizetni, és erről beszélnek. Kell minden tartományban, vagy minden városban a legmodernebb kórház.
kell, én ezt tudom, mert nekem van egy kis lakásunk Steyrországban, a világ legszebb helyén, Altaussee-n, az a gyönyörű kis tó, az a Salzkammergut, de nem az Salzburgi proccos, hanem ez a Steyrgén. Ott, nekem ott 40 évvel, 35 éve van egy kis lakásom, és könyveimet ott írtam, a világ egyik legszebb helye. Mindenkinek javasolni tudom, sajnos most már túl sokan jönnek. De minden tartománynak megvan a saját jellegzetessége, és van egy ilyen regionális és tartományi öntudat, ugye, akik nem szeretik például a bécsieket, ugye, hanem ők Steyrország, vagy ő egy tiroli, vagy ő egy karintiai. Tirolba különösen erős, de mondjuk Steyrországban is. És nem csak ez van, hanem maguk a városokban is, például Steyrországban, Stíriában, Steyrmarkban, külön más a dialekt. Szóval nem annyira mondjuk, mint Svájcban, de mégis. És nagyon erős a tradíció. Például ebben a kis városban, ahol 2000 ember van, Altaussee-n, vagy Badaussee-n, vagy Grunlsee-n, ott ugye valaki elvett valakit, aki nem oda való, azt mindenki tudja. Az nem az ő emberük, ott valami van, ugye, ő egy karintiai, vagy a mi legjobb haverunk egy hotel tulajdonos és vendéglős, és aki eljött a születésnapra, a temetésre, minden Bécsbe, annak az tulajdonképpen karintiából jött, ugye? Hát ők sose fogadják be, mint igazi Altaussee-i, mert az csak az, akinek a családja ott van. Szóval van egy népies, ahogy öltöznek például. Szóval van egy hallatlan tradíció is, és a felépítésben ez egy nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Van egy Bundesrat, ahol a tartományok képviselői vannak, ami kicsit meg tudja akadályozni a dolgokat, de alapvetően az alsóház az, amelyik dönt, a nacionárát, a nemzeti tanács, de és aztán a kérdés az, ha lesz egy ilyen tartományi elnökből, egész Ausztria mondjuk miniszterelnöke. Joseph Klaus volt Salzburgban tartományi főnök, és ő lett később osztrák miniszterelnök, ugye? És legtöbben most utóbbi időben Bécsből jöttek, de ennek mindig is van olyan, aki inkább ott marad, mert sokkal nagyobb a hatalma, és a tradíció is erős, és a választások. Ugye ez azt jelenti, hogy Ausztriában szinte állandóan választások vannak, mert vannak az általános parlamenti választás, az elnököt direkt választják, elnökválasztás, akkor vannak a tartományi választások. Most egy óriási dolog történik, nagy viták vannak arról, az iskola kezdete. Mert eddig ez úgy volt, hogy ne legyen olyan nagy forgalom. A bécsi és az alsó-ausztriai iskolák máskor kezdtek, mint a többiek. Most egyszerre akarják, ugye? De hát ebből óriási beszélgetések és viták vannak. Szóval van egy ilyen az adózásnál, az adóbevételek felosztásánál, a biztosítónál. Például én voltam a rádiós televízióban, intendás és főszerkesztő, ott óriási kérdés, hogy 9 tartomány, és mind a 9-ben van egy rádiós, televíziós központ saját igazgatóval. És ez persze azt jelenti, hogy mondjuk Burgenland, Eisenstadt, 60 kilométer, vagy Bécstől, vagy 70. Szóval tulajdonképpen nevetséges lenne, de ott van egy saját fölszerelt televízió, és vannak aztán a külön adások. Magyar adások is van. Vagy magyar is van, igen. 7 órakor mindenütt az ORF2-n a helyi adásokat mutatják, és 19.30-kor, 7 óra 30-kor van a Zeitungbild, ami aztán egész Ausztriában látható. Úgyhogy ez a tartományi fölépítés, ez egy alapvető vonása
az osztrák, osztrák politikának és az állami felépítésnek. Jó lenne, ha kevesebb lenne talán a autonómiája, befolyása a tartományoknak, de ez ugyanakkor egy biztosíték arra, hogy sokkal nehezebb egy autoritárius vagy diktatórikus rezsimet mondjuk Bécsben felállítani. De ez egy állandó vita, állandó problémák, és itt az is szerepet játszhat, hogy a központi kormány szocialista, vagy néppárti, vagy koalíciós, mondjuk Alsó-Asztriában mindig a néppárt van, Bécsben mindig a szocialisták, szóval a tartományi miniszterelnökök vagy vezérek különböző pártokhoz tartoznak. Ez részben egy pluralizmus, de ahogy mondom, részben veszélyezteti a legjobb megoldásokat. Azon gondolkodom, hogy milyen érdekes lenne, bár valószínűleg nincs úgy, hogyha nem egy időben tartanák a tartományi választásokat, és ezáltal az egyes tartományokból az alsóházba bekerülő képviselők más-más színekben téves jelennének meg, és akkor folyamatosan változna. Téves a dolog. Nem jó? Nem, mert az általános választás az mindenütt ugyanakkor van. Minden tartományba kírják osztrák parlamenti választás, ezen és ezen a napon van mindenütt az egész országban. Listák vannak, amiket persze a pártszervezet ebben a tartományban meghatározhat, ahol a szocialisták, mondjuk több szocialista vagy több néppárti, és azok megalakítják a saját frakciójukat a Bundesparlamentben, az osztrák parlamentben. A különböző, amiket mondtam, a választások a tartományokban különböző időkben vannak. És ott is ugyanezek a pártok, vagy más pártok lépnek fel, és akkor van egy tartományi parlament. Ott válasszák meg a tartományi elnököt. Azt nem nevezik ki Bécsből, hanem nekik meg kell választani. Ugyanúgy, mint az osztrák parlamentben megerősítik a köztársasági elnököt, direkt választják. Az egy direkt választás, aminek nagy előnyei és hátrányai, de bizonyos értelemben előnyei vannak. Úgyhogy ez mind egy szerepet játszik, és ezért a politikusoknak mindig foglalkoznia kell a tartományokkal is, mert ez nagyon fontos. Ugye? És ezek szerint az embereknek is sokkal többet kell foglalkozni a politikával. Hát nem hiszen hol ilyen, hol olyan, hol amolyan. Nem hiszem, az sajnos a bulvár Zeitungok, ugye, és az ingyenlapok nagyon-nagyon erősek lettek Ausztriában, és van egy elfordulás Ausztriában is bizonyos értelemben a politikától. Ahhoz képest, hogy hányan vettek részt régen az elnök vagy a parlamenti választáson, az megy lefelé, nem annyira, mondjuk, mint Szlovákiában, vagy az Csehországban, vagy Magyarországon, de megy lefelé. De persze, hogyha arról van szó, hogy be akarnak csukni egy gyárat, mondjuk, egy külföldi gyárat, vagy egy osztrák nagyvállalat gyárat, szóval vannak ilyen összetűzések is. Hogyan fogadják ezeket az ottani dolgozók? Hát politikáról sose volt szó a munkahelyen, soha. Se a lakókörnyezetemben sem, azt mindenki megtartotta magának. Fogalmam nincsen, hogy kinek milyen volt a kötődése a kollégáim közül, semmit nem tudok. A magyar politikát, arról igen, arról beszéltünk, azt tudom, hogy ki hogy tekintett rá, de Ausztriában, vagy melyik pártot választotta, vagy melyik színpont, soha egy szó nem esett róla. Hát én például a televíziónál a munkatársaim, és most fogalmam sincs, hogy ki mit választott, és a lényeg az például ott, hogy függetlenül, hogy mivel szimpatizál, mutassa meg, hogy mi van, és legyen egy olyan sajtó, és elektronikai, és rádióban, és televízióban, és olyan sajtó, ami megmutatja a politika és a világ
sokféliségét, és itt nagy szerepet játszik, hogy Ausztriában 945 óta ez a szabadság van, még akkor is, amikor az országot négy hatalom elfoglalta. 955-ig Kelet-Ausztria, tehát Alsó-Ausztria egy része, Steyrország egy része és Burgenland. A szovjet dolog szovjet, a legnagyobb dolog az volt, hogy azt hitték a kommunisták Ausztriában, és ezt elhitették a szovjet vezetéssel, és ők nagyon erősek lettek. És kiderült, hogy az első parlamentben szabad választásnál csak 5 kommunistát választottak meg, és 959 óta egyetlen kommunista az osztrák parlamentben nem volt. Úgyhogy ez is persze szerepet játszott, és játszik. Még egy dolog az, ami így általában az emberek fejében benne van, hogy Ausztria az nem kis mértékben az idegenforgalomból él. Hogyne. Abból, hogy az Alpokban nagyon jól lehet síelni magyarul. És vajon az osztrákok pedig mennyire viszonozzák ezt már olyan értelemben, hogy ők mennyire utaznak más országokba, mennyire tartanak kapcsolatokat? Ausztria egy nagy hatalom a turizmusban. Hallatlan jövedelem jön be, és itt van egy tradíciója, és itt nem csak arról van szó, hogy gyönyörű hegyek és gyönyörű tájak vannak, hanem jól érzi magát, aki jön, az idegen. Nagyon sokan, körülbelül 80% Németországban. De nagyon sok jönnek, egyre többen, oroszok is. És itt van egy tradíció, és nagy problémák vannak a személyzettel. Ugye, és itt problémák vannak, hogy a jobboldali kormánypárt inkább korlátozni akarja a szabad munkavállalást, és ugyanakkor a hotelokban meg mindenütt kellenek, és ma már nem csak Londonban, de Ausztriában a második legnagyobb csoport ma a magyarok, akik jönnek dolgozni, nagyon sokan, akik átjönnek és hazamennek, vagy a hétvégén, vagy szinte minden nap, hogyha nem olyan messze laknak a falujuktól, vagy a városoktól. És ebből a szempontból ez a turizmus nagyon fontos. A másik oldal, hogy az osztrákok is természetesen utaznak, és egyre messzebb utaznak, ugye? Szóval Thaiföld és más helyekre mennek, és ez Egyiptom, vagy... És ez természetesen azt jelenti, hogy a fizetési mérleget ez bizonyos időben negatívan befolyásolja, de a turizmusnál olyan óriási a plusz ennek ellenére. De van, hát nagyon sokan utaznak Magyarországra is, és a határmenti üdülőhelyekre, Bükk, stb. És általában, amikor én jöttem, akkor még nem voltak olyan sokan, és ez egy nyitás ma már, ebben persze a nyelv is szerepet játszik, a fiatalok, szóval itt van egy nagy változás, és a turizmus az egyik legforradalmibb erő a világban, és nagyon akadályozza azokat, akik el akarják zárni az országhoz, vagy befelé akarnak fogni. Nekem is nagyon sok kollégám utazott messze, a világban mindenfelé, de az első érdekes tapasztalatom az még Grazban volt, az még az Átkosban, hogy a gráci utazási irodákban, a szombathelyi, a soproni, a győri utak, amikor jöttek fogorvoshoz, vagy bevásárolni, vagy nem tudom, az mind belföldi utazások voltak meghirdetve. Én csak csodálkoztam, az nem külföld nekik. Hát ezek nem voltak igazi turista utak, ugye ilyen célorientált dolgok, egynaposak, és vissza is jöttek. Hát a fogorvos az nagyon nagy szerepet játszik, és a bevásárlása volt egy vicc akkor, mikor kinyílt a határ, a közértbe játsszák a osztrák himnuszt,
hogy akkor tudják, a többiek is tudjanak vásárolni, mert annyi turista és annyi bevásárló jött, nem? Most pedig a ilyen technikai dolgok is természetesen. Igen, és a másik, hogy nálunk vasárnap nyitva vannak a boltok. Nekem kollégáim, akinek volt Burgenlandban például ilyen hétvégi háza, és akkor mondta, hogy ott Magyarországra jön át vasárnap vásárolni, nem kell Bécsből vinni a dolgok, ennivalót magával. Pesten is lehet, ugye vasárnap. De én is Rajkára mentem fogorvoshoz, mikor Bécsbe voltam, és fájt a fogam, elromlott, muszáj volt fogorvos, akkor átjártam esténként Rajkára a fogorvoshoz. És... hát most már azért nem a fogorvosról van szó, nem ajánlanám nagyon a magyar kórházakat, ellátásat, amit hallottam, és részben egy átértem, szóval ebből a szempontból Ausztriában nemzetközi viszonylatban is óriási magas az egészségügyi színvonal és ellátottság. Ez egy nagyon-nagyon pozitív vonása az osztrák fejlődésnek, mindahogy a emberek közötti kapcsolat, mindahogy a biztonság, szóval ennek mind van egy nagyon-nagyon nagy szerepe. Nem tudja véletlenül, hogy hogy értékel ezt? Mert hát, hogyha nézi a műsorunkat olyan, aki illetékes abban, hogy tudja. Hogy tudja, hatni. Hogy hát nézze, itt nem csak erről van szó. Az úgynevezett szolgáltatás, service, Dienstleistung, a pincérek, akik úgy minél többet fizet az ember, annál inkább nagyon gyakran, mintha szenvednének, amikor ki kell valakit szolgálni. És a szállodákban pedig ugye, hogy a barátaim itt volt valami, vagy egy barátom Amerikában, egy egyetemi tanár valami autóval ment, egy barátja vagy rokona, és volt egy baleset. Hát a törülközőt, a WC-papírt be kell vinni a kórházakba. Nagyszerű magyar orvosok vannak, és egyre többen vannak, úgy, mint más kelet-európai országokból is, külföldön, ugye? És ez egy nagy veszély, hogy ma már 2-3-szor annyi magyar van külföldön, dolgozik, mint ami 56 után a menekültek száma volt. Hát én elég gyakran járok Angliába részem, mert annak idején a Financial Times tudósítója voltam, most pedig a feleségünkkel, ugye unoka van az ő lányának, most a lányomnak is, és a hotelokban, szóval tele van mindenütt, az ebédlőkbe, a vendéglőkbe, majdnem mindenütt találkozik az ember magyarokkal, akiket becsülnek, jó dolgoznak, szóval nem a magyarokban van a hiba, hanem a rendszerben, a körülményekben, amik a munkát és a munkaétoszt befolyásolják. És ebből a szempontból természetesen nagyon fontos dolog lenne, hogy a kórházakat is, és általában a szervizt megjavítsák, ugye? És ebből a szempontból sajnos itt mindig érezni az adott kormány, illetve adott adminisztrációnak a gyengeség. Nálunk időnként előjön az az ötlet, hogy mondjanak évszámokat, hogy mikorra fogjuk utolérni Ausztriát. Ugyanakkor, ha jobban megnézi az ember a dolgot, akkor szó sincs utolérésről, inkább tartani kéne talán a távolságot, hogy ne maradjunk még jobban le. Kérem, ez egy nagyon régi dolog, amiben sajnos a mai miniszterelnök is bekapcsolódott. Ezek, ha visszanéz az ember, ezek a nevetséges kijelentések, amik voltak. Én egyszer idéztem valamit, amit itt a Matolcsi úr, most a Nemzeti Bank elnöke mondott egyszer, hogy mikor akarják Ausztriát elérni, és az osztrák gazdasági intézetben megnézték, és azt emlékeztetett Ruscsovra, aki azt mondta 1964-ből, hogy 1970-re a fej egyfőre eső termelésbe el fogják hagyni Amerikát. Tudjuk, mi lett Ruscsovnak a vége, de itt egyszerűen arról van szó, hogy ezek nevetséges dolgok, mert ahhoz az kellene, hogy a magyar fejlődési ütem 2-3-szor olyan magas legyen, mint Ausztriában mondjuk. Az alapvető dolog az, hogy a
rés a két ország között, a különbség ma is lényegében szerintem ugyanaz, mint ami volt 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Volt egy időszak, amikor javult, de aztán újra visszaesett, és ez ma is így van, és ilyen dolgokba nem lehet csalni. Bíbó István, a nagy magyar szociológus és gondolkodó mondta egyszer egyik könyvében, hogy ugyan lehet a politikában is itt-ott hazudni, de egy szisztémát hazugságra nem lehet felépíteni. És ez része ennek a szisztémának, amikor azt mondják, hogy Ausztriát el fogja érni Magyarország 15-20 éven belül. Ezek, én már nem fogok itt élni, hogy ezt meg tudjam állapítani, hogy igaz-e vagy nem, de hajlan vagyok most örököseimnek is óriási fogadást kötni, hogy ez nem fog megtörténni, és mindaddig, amíg Magyarországon a korrupciót, a félelmetes korrupciót a fejtől lefelé nem tudják kézbe venni, amíg a jogállamot nem állítják vissza, amíg nem azt nézik, ami történik, addig itt igazi alapvető változás nem lehet. Ahhoz az kellene, hogy a körülmények, a feltételek is megváltozzanak, és akkor lehet gyorsabban fejlődni, és akkor lehet az élet kvalitását is javítani. Hát ez így elég szomorúan hangzik, és arról, amit mondott, hogy ez a kedves szovjet ember, ez a Hruscsov nevezetű, mit mondott erről, nekem eszembe jut egy úgynevezett jereváni rádiós vicc, ami arról szól, hogy hát Hruscsov elvtárs megmondta, hogy itt van már a kommunizmus előttünk a horizonton. Megnéztük pontosan, hogy mit jelent az, hogy horizont. Kérem, horizont az a látóhatár széle, minél közelebb megyünk hozzá, annál messzebb megy. Így van. Én nagyon szépen köszönöm résztvevőinknek, hogy elmondták azt, amit tapasztaltak Ausztriáról, és hát akkor találkozunk legközelebb a következő országnál. Köszönöm, kedves nézőink, figyelmét! Köszönjük!